Reggel Vietnám, üdvözlet arra, sziasztok gyerekek, Keeper megérkezett a következő része. Beszéltünk arról ugye, hogy megnézzük ezeket a kis traktorokat, hogy miket lehetne venni. Leginkább olyan lenne jó, ami ugye homlokrakodó is csatlakoztatható hozzá. Jaj, milyen szép ez az M10. Ez 1200-ba kerül, amit mondtuk, hogy ez valószínűleg, hogy nem fogjuk annyira megvenni, mert teljesen nem lenne reális. Oda nézd, viszont nagyon ilyen platós, ez nem egy rossz jármű egyébként, mert van rajta 3 pontos hátul, és azt hiszem, hogy erre tudunk venni ízét is. Igen, ez változtatható, nagyon jó. És azt hiszem, hogy kaszát is lehet rárakni, ilyen olyan, mint egy eres. Nagyon tök jó. Itt van az M1082-es, jó, de jó. És erre... konfiguráció, gyerekek, mit lehet? Van 3 pontos 1500 pluszért. Menj a... Nagyon jó, imádom. Csak hogy ennek melyik volt a defaultja? Ez. Ez mi? Ha, sárvédő. Leszedhető. Kerékbeállítás. Jó, még láncot kerék is vette. Dupla kerék. Széles gumi. Kiforgatott kerék, menj! Jaj, ne! Extra fények, motorbeállítás. Lehet be a nagy motor, gyerekek. Szerintem a izét, nem a turbót kapja meg? A kipufogónál változik nagyba valami. Jaj. Frontloader, oda néz. A frontloadert is rá lehet prasztintani 1500-et. Tesó! 19500 olyan gépet kapsz, hallott, beszposol. Nagyon jó. Ó, te fiú. 4750 a miénk. Van neki itt ebb. Ön 10... Jó, hát egy ilyen alapjáraton össze kéne szedni egy ilyen 10 pár ezer. Aztán akkor jó lenne nekünk. Ó, gyerekek, ez nagyon kéne gyerekek, ez a kis kabinos, és lehetne ugye megjelenés színe, lehet ez piros. Mindjárt várjál már. Mondani, hogy Zimmore, menj a francba, és egy csomó mindent később ugye tudsz módosítani, vagy nagyon jó cucc, nagyon jó cucc. Nagyon jó cucc, Isten, jaj, gyerekek, szedjük ki a krumplit. Emeltünk a potkocsira, lehet, hogy ki kéne vágnunk a fákat, gyerekek, egy csomó mindent kellene sülni. Jaj! Megbolondul a Keeper, komolyan mondom, megbolondul a Keeper. Ó, kellene nagyon a 82-es kiskapiros. Nagyon kellene, az nagyon-nagyon menne minden. Ó, te fiú! Ez az MTZ mennyibe menne el? Istenem. Ezt el kéne adnunk be, azt kell egy kis kabina sem. Megveszünk alapon, érted? Komolyan, ide jó lenne. Ura jó lenne, gyerekek. Nem tudom, honnan szerezzünk pénzt. Egyből már honnan szerezzünk pénzt. Ez mennyibe menne el? Várja, nézzük meg. Nézzük meg a varást. Mi van, ami nekünk nem kell? Jó, hát ez kell. Ilyeneket nem adunk-e természetesen, ami ilyen megvolt, tudod, mert az nem akarom eladni. 3400 azért elmenne, várjál, 3500, legalább 4000-ért elmenne a boltba. Az már 16100, várjál, mennyi volt? Nem 16000 volt az alapár? Nem 16000 volt az alapár? 17000? 16000 aki... 16000 az alapára, more. Hát el kell adni, bazze. El kell adni. Itt hagyom ezt a... Mindjárt jövök. Muszáj. Nem bírom ki. Hát allod, nem van szorog ez. Kis kabinos MTZ-t akarunk. Eladjuk. Minden pénzünket befektetjük. Ugye most nincs sorskártya ma. Gönnyen. Ez gyorsabb lesz, erősebb lesz. Minden. Egy csomó, ugye front loader-t lehet rárakni. Az egy nagyon univerzális kezdőgép lesz. És mi termeltük meg az árát? Nem nyertünk egy forintot se, ne felejtjétek el, hanem inkább buktunk. Eddig még mi nem nyertünk sorskártyával, hanem buktunk. Buktuk ugye a pick-up-ukat. Úgyhogy mi most konkrétan
vesztésben vagyunk, és mégis fejlődünk. Igaz, hogy azt mondjátok, hogy nagyon-nagyon lassúak vagyunk, de belegondoltok, fejlődünk. Végre nem 23-mal fogunk végződkörni, bár igazából sajnálom azt a traktor, gyönyörű. Nem tudom, hogyha terném, akkor megköszönném a modernnek, hogy ezt az élményt megadta nekem, hogy ezzel tudjak közlekedni. De szintet kell lépnünk, gyerekek. Tovább kell lépnünk a 82-es kiskabinosra, ami egy rettenetesen, és nem azért veszem meg, mert nagyon erős, hanem mert egy nagyon univerzális traktor. Főleg a frontloader kellene majd. Ugye az plusz pénzbe kerül, úgyhogy valószínűleg fákat ki kellene vágni. Meg lehet a krumplit, még úgy kell felmernünk kézzel, de viszont ez egy nagyon jó univerzális traktorunk. Amivel nagyon sok mindent tudunk már csinálni. Megpróbáljuk itt eladni, ugye itt általában jobban adnak érte. Na most várjatok, figyeljetek, én mentek egyet, mert nagyon be vagyok szarva. Köszönöm szépen, most eddigi szolgálataid a gép. Nagyon imádtalak, leállítalak úgy, ahogy kell. Imádtam, hogy velem vagy, nagyon jó. Hol van, hogy mennyire adja amúgy el. 16.300. Juhu! Kis traktorok. MTZ 82 is. Dick, nagyon imádom. Jaj, várjál. Megjelenés színe. Jaj, ez a fospiros. Ez. Oh, Istenem, ez majd koszosan hogy fog kinézni, Istenem. Egyébként csinálták ám régebben azt, hogy láttam olyan képeket, hogy a gyáriak úgy voltak, hogy ilyen drapszínű motorházzal voltak, meg egy-két ilyen dolog drapszínű volt rajta, de nekem most ez egy ilyen nagyon autentikus pakke. Azt a rohadt életben hallod? Hát nem nagyon rohannak meg az emlékek, frontloader nem tudjuk megvenni rá sajnos, mert összesen... Mi 18 000? Biztos, mit opcióztam be? Nem a 1000-be kerül, hogyha megváltoztatod a színét. Jó van, akkor szín most nem váltunk, gyerekek. De kár! Hallod átfújni, 1000-be kerül, basz. Meg itt azt mondtam, azt hittem, hogy mi van, azt mégse. Ez milyen az one window? Már miket lehet frontloader? Nem, az mennyibe kerül? 1500, jaj. Extra light? 50-be kerül. Extra fények oda fölülre? Nem kell most. Motorbeállítás, 500-be kerül legolcsóbb. Jó, ezeket ugye tudjuk otthon is majd ma. Number, oda nézni, more, de jó. Ez lesz a number one, traktorunk. Dekász. Valami, elvileg matrica akar lenni, de hogy hol van? Nem látok én itt matricát. Esküszöm, nem látom, jó. Kerékbeállítás kabin. Ja, az egy ablakos. Vagy a két ablakos. Igen, a két ablakos itt lehet kinézni ugye az első kerekekre. Ha izé kellene nekem... Ez nem kell. Nem kell. Kell, legyen sárvédőnk? Na, legyen sárvédőnk, jó. Meg volt az alapértelmedet. Ez? Nem. Melyik az alapértelm? Ez. Jó, sajnos nem tudok átszínezni, úgyhogy ilyen rútba fogjuk nyomni. 16.050, igen. Jó. Ó, de jó, gyerekek. Ó, de jó. Imádom. Na. Az a rendesen megakadt, ráéreztük. Már megint ide visszarakta a zsákot, tudjátok, ami eltűnt. Azt a betje. Azért ez ki van dolgozva, hallod? Hát ennél kidolgozott a MTZ-t. Kár, hogy nem piros, de az rendesen megakadt tőle a játék. Bazz, befordult. Azt a rohadt macskos. Hát öcsém, itt azért vannak komoly dolgok. Elvileg gondolom így is, de... Ja.
Alatt kuplungot rendesen ide engedi minden. Viszont ez végre 36-tal rohan. Ó, de kár, hogy nem piros gyerekek. Na ezzel el leszek azért. Ezzel nem leszek. És műszerfa. Még azok úgy emlékszik azokra a kapcsolók, öcsém. Nem volt idék? Sótartunk? Vagy sószórunk? Tudod, izzító. Az nincs. Ó, de kár, hogy nem piros gyerekek, de jó van. Az MTZ 82. Ne félj ezzel, bazza, ezzel futni fog majd a krumpli pörgetőt. Jó. Ezeket gyönyörű. Jó, olyan mondom. Á! A kiskabinos. De kár, hogy nem piros. A kiskabinos. Figyeljetek, tudom, hogy egy ott van nagy hülyeség pénzt költeni arra. De arra fogok költeni, hogy ez piros legyen. Ha annyiba kerül, hogy 3000-be, akkor 3000-be. Hallod, milyen gyorsan ide értünk, de nem mindegy. Nem? De nem mindegy. Nem baloldalt volt a ide, kipufogó? Annyira az van benne, hogy baloldal volt. Annyira az volt benne, hogy baloldal volt. Hogy billeg, nagyon jó. Nagyon normálisan akarok válni. Egyébként szerintem erősen letiprom a izét a tetejét. Oké, okay, B és V, ugye? Na nézzük. Hogy... Nem, ez csak 3-4-je húzza mindenképpen. De milyen durva, nem hallom a hangját. A dolgoknak, mert bennülöm. Hú, de jó koszosodunk kapanak. Ugyan nagyon rángatja Rick. Viszont itt ilyen, a földön már tök gyorsan megy. Nem izé, nem ilyen morhalas. Gyerekek, pénzt kell csinálni, hallod, ezt izéni kell. Ezt átköfösteni nem tetszik nekem, ez nagyon nem tetszik. Nagyon nem tetszik, annyira, izé, annyira idegen tőlem ez. Annyira idegen, hogy kék. Ugye, belpiacos. Belpiacos, de hogy rángatja be? Rángatja az instrángot. Nagyon jó, tetszik. De nem tetszik, hogy ide, nem tetszik, hogy kék. Olyan nem tetszik. Jó, hát gyorsan kipörgetjük. Szóval valamit okozunk. Egyébként a frontloader se lenne rossz. Lehet, hogy azt csináljuk, hogy veszünk egy frontloadert, megpróbáljuk, kell fa, utána frontloader, és akkor fel tudjuk gyorsan menni a krumplit el tudjuk adni, érted? És akkor így valamilyen szinten azért kicsit szisztematikusabb lenne, és akkor a krumpliból meg tudunk venni akkor szín, hogyha nagyon nem tetszik nekünk. De viszont ez sokkal pörgősebb a munka, nézd már meg, milyen jó. Ó, hát nagyon jó. Kiforgatott kerekek kellene, jó, bár bereszülni ezen ki gyerekek. Bár akkor meg kevésbé félre kell a helyeken. Hát ez jó. Ez 36-tal megy. Gyerekek, itt azért meglátszik, hogy foglalkoztak ezzel a moddal. Ilyen az, amikor egy modder szerintem így baromira sokat foglalkozik egy moddal, mert annyira gyönyörű, hogy ez hihetetlen. Az IC-t majd bekapcsolom, nem akarok itt gameplaybe azzal is húzni az időt, ugye az IC-s dolgoknál úgy kell, hogy egy billentyűre rárakod, és akkor tudod használni azokat a funkciókat, amiket egérrel érsz fel, úgymond, és akkor kicsapott a első, előre kinyitott ajtónál fogunk lenni a gyerekek. De miért az van bennem, hogy ide, hogy bal oldalra van a kipufogó? Biztos nem. De valahogy ez van bennem. Nem tudom miért. De még a hegesztés is látszik az a kipufogó, nézd oda. Ahol az a kipufogó dobrész a csőhöz csatlakozik, nézzek, hogy ilyen kókágy hegesztéssel van megcsinálva. Hát jó, vaj, Istenem, mennyire jó. Emlékszem még talán arra, pontosan arra az időre is, ami körülbelül az Isten tudja hány éves lehettem, talán 10 éves, vagy még annyi sem, hogy kérdeztem a fotert, hogy működik ez a jobboldali műszer, ami ilyen kilométer óra szerű, és azt hiszem, hogy mondta, hogy ez egy ilyen üzemóra.
mérő talán. Na mindjárt kipörgetjük el. Mindjárt végzünk. Igen, a gazt azt nem nagyon pörgette ki, hát jó van. És akkor lehet, hogy azt csináljuk, hogy elhozom a pótkocsit, kivágjuk a fákat, és egy frontloader, azt hiszem az 1520, ugye? Az kijönne belőle. Az egy gyorsan el tudom vinni azért a fát. De már mennyire marha jól néz ki. Úristen, gyerekek. Egyébként ilyen ülésre nem emlékszem. Ez valami, nem tudom, újabb típus lehet? Biztos ki lehet csapni a hátsóval, akkor tudod. Várja, F1-nél nincsen valami? Aja. Nincsen, ilyenkor nincs. Ja, első az ajtókat kicsapni, hátul fölnyitni a tetejét, minden ahogy kell. Hát így nem mentek vele soha bazza ilyen zárt kabinnal. Meg ilyen tiszta sose volt bazza MTZ. Csak amikor kijött a gyárból. Körülbelül. Na. Visszafordulunk. Figyelj, a szomszéd földje meg, majd meg van munkálva. Tegnap még csak ideje volt. Le volt aradva. Á, nagyon jó. Jó volt, ez most már 20 megy itt a szántásba, és ugye másik az alig ment. Meg sokkal fordulékonyabb. Nézd meg, milyen kicsi körbe tudok fordulni vele. A másik, de szar volt. Egy forduló kör mekkora volt, hallod? Jó, ezt kipörgetem, csácsumi. Aztán akkor kellene egy frontloaderre kellene gyújtani, és akkor fel tudnám márni ezt a rohadt időt krumplit. Hát én hadd ne, vödörre lehet. De itt szerintem megőrültök, ha én ezt vödörrel fölmerem. Én el vagyok vele, gyerekek, nincs az semmi gond, de szerintem lehet, hogy nem kívánjátok. Eled vágtok be azzal, amire én ezt fölmerem. Ott van egy új sluszkulcs, nyújtás kapcsoló. De ez nem úgy... Ez izében volt? Ez gombos indítású volt, nem? Sluszkulcs is utána gombos indítás. Meg itt vannak bal oldalt alul, azt hiszem, a biztosítékok, nem? Hát nem sok biztosíték volt benne, úgy emlékszem. Valami 10 darab? Talán? Na jó, van, oké, gyerekek. Akkor... V és B. Behúzom a helyére. Hangja nem jó. Zörög, csörög, meg minden csinál, bár sokat nem hallunk belőle. Okay. Kicsit figyelni kell azért ezzel, mert baró gyors az MTZ. Hát gyors az előzőhöz képest, olyan furcsa. Pörgős. El kell menni a pótér. Gyerekek. Baró gyorsan. Úgy a cabrio traktornak az előzőnek meg volt a feelingje, ne? Azt a petyár, ezzel lehet döngölni vala. Jó, gyerekek! Ezzel már lehet dörgölni, öcsém. Te egy GCB mit csinálna itt 6-foddettel, vagy 7-foddel? Bazze, itt ez redesebb félelmetes. Jajjaj. Ezt szerintem föl is húzza ott a pótot, és akkor nem kell izajánom. Nem kell körbe vennem. Hát ez csak fölhúzza. Ez kellett egy erősebb traktor, most így belegondolom, amikor mindig ilyenre szenvedtünk, hogy nem tudtuk normálisan húzni a pótot. Itt a pótot megrángatja, ez 36-ta. Szemünk kifolyik, a fa meg bele az árakba. Hát ez jó. Ez nagyon jó. Elragad minket. Jelenjünk balra szerintem, simán föl fogja húzni ott. Ezt akkor nem kell vinkódnunk. Le is kell onnan vezényelni valahogy. Ezen az úton nem járnak autók. Vagy nagyon ritkán. Gyerekek, ezzel már lehet menni. Ezzel már ide hatékonyabbak vagyunk. Gyorsan föl a tetejére. Milyen helyeket megismerünk, nem? Rá vagyunk kényszerítve itt. Valahol itt... Azt a rohadt életbe, gyerekek! Meglepő volt és mulatságos. Nem számítottam rá, hogy itt van a pót instant. Gyerekek, fölre boruljunk ma le. Bazza. Ja, hátrafele nyomom a gázt. És az a baj, nem hátrafele megyünk, hanem lefele.
Mi a szar? Hát tudod magad ásni? Jó, akkor mindegy. Ha? Ó, jaj. Az a baj, itt egy ilyen fa. Nem tudok fölmenni. És az a baj, ezt a fát nem fogom tudni kivágni. Gyerekek, nem hiszed el. Jó, elfértünk mellette. Beleakadtunk! Ó, te fiú, jó, megszívottam magam. Jó, kijött alóla. A rohadt életbe, gyerekek. Átadatok, aztán menjünk, próbáljuk meg fölmenni, vagy nem tudom, mert ez egy kicsit veszélyes móka. Nem biztos, hogy fölmegy. Jó, ezt eléggé hülyén oldottam meg. Jobban mondom, meg sem oldottam, na próbáljuk meg fölhúzza. Százszerzalék motor teljesítmény. Meg százszerzalék slip. Nem baráti. Megpróbálunk lendületből a nyírfa. Ez mi fog? Ez hogy? Ja, nem tudtam, hogy jön. Olyan magas ez a pótkocsi, néha nem értem, hogy jön. Jó, meg... Jó, ja, azért el tudok menni a sinekem. Itt erőlködök már, ugye? Ha átenged. Nem szórakozunk akkor. Az csak tegnap volt. Már lejárt a kártya hatása. Menjünk. Kormányozási sebességet kell kicsit állítanom, mert nagyon lassan szedi át egyik oldalon a másikra, kicsit idegesítő. Nem baj. Ezt át fogom alakítani, majd alacsony pótosra a krumplit szállítunk, mert úgysem fogunk megtelni. Könnyebben fel fogom tudni pakolni rá a cuccot. Na gyorsan oda dörgölünk, és akkor elhozzuk a fát. Megpróbáljuk az összes fát felrámolni erre. A biztos el fogja tudni húzni. És akkor azon veszünk frontloadert, meg egy univerzális kanalat. Azzal a gonyét is tudjuk majd lapátolni, ha úgy van. Oké. Okay. Minden szuper, gyerekek, minden szuper. Megoldjuk a dolgokat. Jó, mert 36-tal azért, mégsem 23-mal majd, de hát nem duplájával, de majdnem duplájával tudunk veretni. Ami azért elég jó, barátságos. Bár megnézem, aki 36-tal megy a terepen, az a keeper. És nagyon... ez nagyon új ez az MTZ, mi? És nem koszosodik össze? De mitől lett ez tisztelt? Koszos volt, amikor az előbb ott mászkáltam, nem? De mitől tisztultunk meg? Gyerekek, a pótkocsi nem ülnék most, na. Oké, okay. És akkor fa műveletek vannak. Oda is állunk, kivágjuk ezt, azt csak. Krumplit tiporjuk, mi? Álljál meg! A 82-es FDZ, az egy csodálatos találmány! A 82-es MTZ, az egy csodálatos találmány! Az a baj. Rá fog dinni a portkocsira, lehet. De nem, jó van, oké. Okay. Na, gyerekek, marha gyorsak legyünk, mert már a frontloadert kell venni. Gyors áradásszerű képződmény dolog. Gyerekek. Kapkod magad, keeper! Nyugi, gyerekek, nem, lassan már tényleg elfogynak ezek a fák, úgyhogy... A szar, hagyom valami ezt, te édes Istenem. Aztán akkor nem lesz több favágás egyelőre.
Biztos lehet, hogy mindjártok, azt mondjátok, állandóan favágásban. Mi ez már? Nem... Nem Woodcutter Simulator, hanem... Farming Simulator. De legalább a... kipörgetett krumplit vágom a fát, érted? Ez a száraz... nyárfa, ez nem volt olyan nehéz, úgyhogy ezt hosszabbakra merem vágni. Sajnos ez a nyárfa egyébként ilyen elég nyögvenyelős, ezt sokat kell darabolgatni. Fenyő az jóval jobb, csak már nincs fenyőfánk. Lehet, hogy jobb is az ára a fenyőnek, főleg ez a száraz. A száraz nyárfa ez lehet, hogy nem nagyon ad rá sokat. Ezelőtt ugye 3 fire, nem valamit túl sokat kaptunk, vagy 4 fire, abban pedig fenyő is volt. Jó, össze is daraboltuk, ugye? Mi vagyunk vele? Igen, vágjuk meg. Majd újra vágom, hogyha nem nagyon akar felemelkedni. Elengedem More, akkor engedd is el. Ez a plató, ez pont olyan magas, hogy épp, hogy puzzle fel tudod nyújtani. Ez van, mikor nem. Jó, ott rajt van a vág, ott rohadjon meg rajt. Baza. Látszunk ilyen kicsiket is. Nagyon nem merem dobni, mert biztos vagyok benne, hogy akar. Hogy átdobom a szomszédba, vagy akármit csinálok. Nem sikerülne. Ezeket a nagyokat is elbírja. Ki van száradva a nyár, vagy miért ilyen? Rohadtul könnyű. Vagyis ki van száradva, azt látom, de kíváncsi vagyok, ez azért meg is ugrik a időpótkocsi. Na, engedd el. Kíváncsi vagyok, hogy jól arra érte. De jó lenne, ki jönne a homlokrakodónk nekünk. Jó, most a van is kártya. Egyébként van olyan vannak pozitív kártyák is. Hopp, ezt nem bírja. Ezt nem bírja. Ezt se bírja. Ezt a kettőt azt nem bírja, az nagy. Vannak pozitív kártyák, mit tudom, hogy nyertél a kaparó sorsjegyen. Így instant tudsz, mit tudom, 20 ezeret. Persze, ezt nem húzzuk ki majd, amikor lesz már itt 300 ezerünk, akkor kihúzzuk azt, amikor még már nem ér semmit. 20 ezer nekünk. Nem tudom, hogy mennyit vágjak, vagy hogy legyen. Mennyibe kerülne a homlokrakodó, vagy mennyi fát, mennyit ér ez a fa. Nagyon sok összetevője van ennek, amit nem tudom, hogy lenne ezt érdemes megcsinálni, gyerekek. Hogy értitek, most kivágjak még egy fát, vagy az összes fát? Kell az összes fa nekünk? Vagy nem kell? Ahhoz, hogy a homlokrakodót megvegyem. Nem tudom, hogy kéne dobni. Nem tudnám dobni? Na, de jó volt, jó volt. Oké, ezt a kettőt el kell vágnom. Mert lehet még egy fát ki kéne vágni, aztán ha nem is a hármat, egyet meghagyunk. Legyen kis árnyék is, lol. Vajátok. Bazz, ezt nem is tudta dobni, hallod? Azt a betyár. Ezt meg se tudta dobni, olyan nehéz. Csak így, épp hogy. Ez kemény, kemény. Ezt az ágos bogas szart meg itt hagytuk. Na de vagy ezzel a földön sok mindent nem is tudunk csinálni, mert tele van tuskóval, úgyhogy íze is kellene nekünk, ugye. Tönkmaró. Igen, de nem olyan volt. Basz, ez mekkora fa. Ha nem tudja dobni, Mare! Komolyan, esküször, nem tudja dobni. Föladjuk itt. Jó. Akkor nézzük meg, mennyi van egyetem.
Platón. Hát ez kutyaszar. Ez kutyaszar, gyerekek. Hát ezt még ki kéne dönteni, meg úgyis jó, mert itt van hely bőven. És nehogy kiúzzunk egy olyan sorskártyát, érted, hogy izaj, hogy... Egyébként megmondom, a frankót azért is mindig sorskártyára mentek egyet, hogy semmilyen körülmények között ne érje a ház elejét szó, hogy nehogy azt mondjátok, hogy mit tudom én... hogy mondjam... Hogy... Elkezdem a részt, ugye 15. másodperc vagy percben van a sorskártyahúzás, ezt a szart húzok, akkor szépen visszatöltöm a mentést, és mit újra venném a videót. Így ugye azt sem tudom megcsinálni, mert mentek egyet mindig a videó előtt, tehát már csak azt a... De nem jó, mert akkor pont meg tudom csinálni. De nem tudom megcsinálni, mert ugye akkor vágva lenne a videó. Tehát nincsen vágva a videó. Tehát nem tudom megcsinálni azt, hogy újra veszem a részt, mert akkor az, ugye onnan kezdem mindenképp, ahol már a sorskártyánál vagyok. Tehát akkor kiesne 15 perc a videómból, ami eléggé feltűrő, főleg mert ugye mindig csinálom valamit. Szóval tényleg... Akármi is történik, most arra akartam utalni ezzel, hogyha például... kihúznánk egy olyat, hogy elvesztette egy gépet, akkor simán feláldozom az MTZ-t. Esküszöm, gyerekek. Esküszöm. Megyünk bérmunkázni. Amúgy azért nem bérmunkázok, amíg nem nagyon muszáj, mert tudom, hogy jól fizetne, meg lehet, hogy jobban fizetne, mint itt tökörünk. De igazából legyen az, hogy a... És mondjuk úgy, hogy a saját erőnkből boldogulok, érted, nem? És akkor elmondhatjuk, hogy nem azt csináltok, hogy nyomtok a bérmunkát egybefőbe. Meg a bérmunka olyan unalmas, nekem mindig olyan unalmas, hogy nem mész a fölre, körbe, jaj, le van eredve, ti-ti-ti, sikerült, de jó, úgy örülök neki. Na, ezt felszórom, biztos kijön a homlokrakodó, megint null zsetonunk van. Összes pénzeket elkötjük, de jó, ez az MTZ-et nem bántam meg, mert hogy ezt felupgrade-eljük, akkor nem lesz számod el, az kicsit előre kéne járnom. Bejárunk ide mellé. Mennyi krumpli. Egy jó nagy univerzális kanál kéne. Remélem ezt se eszik sokat. A másik az egész jó bír. Ezért. Egész jó volt a fogyasztása. Másiknak. Sőt, nagyon jó volt a fogyasztása. Alig használtunk üzemanyagot azzal. Ez lehet, hogy ez meg úgy fog zabálni, mint az állat, ezt eréljük magunkat. Szórjuk meg az elejét is. Vastagga. Jaj, de jó, ma egyébként fellélegzek, amikor... Tök jó, hogy nem minden részben, hanem minden páros részben van sorskártya. Tehát komolyan mondom, ez ilyen megnyugtató, hogy jó, van, oké, ma nem fogjuk meg, nem fogunk éhen veszni, nem fogunk elvesztíteni mindent. Ez bazzer nem tudod feldobni, hallod? Olyan nehéz, nem dobja fel. Ez jó hosszúra hagytuk. Hú, mi annyit mentünk fát szedni. Régi világban egyébként, a régi világban. Hát, amikor még ugye a faterom még éltek, akkor nagyon sokat mentünk dolgozni, másnak is, mert itt falun mindig az volt a szokás, hogy ilyen aratás, krumpliszedés, fahordás, faszedés, az mindig úgy volt, hogy ilyen kollektíven, így az ismerősök, meg a család. És akkor, mit tudom én, hogyha aratás volt, akkor így mindenkinek aratás volt. Akkor végeztél az egyiken, mondjuk elkezdted az egyik helyen, akkor úgy volt ugye, hogy oda bent 20 ember zsákolni. És akkor a pótkocsiról, kis ablakon lett engedve a izé, a cucc, a gabona, és akkor tartották a zsákot, és akkor sorba álltak a férfiak, meg hordták a padlásra föl, tudod. És hát, hogyha éppen nem volt kis ablak, valamikor olyan póton lett hozva, ugye, ami nem volt leengedős, akkor
azt csinálták, hogy leginkább asszonyok merték a zsákba. Volt egy ilyen tipikus szerszám, hogy a merőcuc, és akkor az zsákba verték, és akkor általában akit nem szerettek, annak mindig jó sokat vertek, érted? Hát a búza, bazze, főleg, ugye az ilyen extra nehéz volt, és akkor úgy utáltuk, aki például búza volt, és azt kellett zsákolni, mert az rettentő nehéz volt, érted? Ott köpted, érted, minden bajról, följöttél a padlásra, létre, meg minden, tehát az izé volt, az katasztrófa volt, támaszkodtál a falnak, meg minden, dölt rólad a víz, bökött a izé, és mibe kavaragtam be? Szúrta, mi az, a pernyéje, mindenedbe benne volt, a gatyától elkezdve a hajadig, hallod? Emlékszek, hogy tényleg így egymásra néztek az emberek, hogy Isten, hú, de fárasztó volt. Mert ugye búza volt a legnehezebb, amikor, mit tudom én, árpa az nem volt olyan nehéz, kukorica is jó nehéz volt. A tritikálé, meg a zab, hát az meg ilyen halálkönnyű, ott főleg a zab, és az meg könnyű volt zsákolni. Na hát akkor azt lehetett szidni, akinél ide volt, ugye búza volt. Mit akartam még ezzel kapcsolatban mondani? Ja, és akit nem szedtek, az asszonyok, azoknak jó sokat mertek a zsákba. Adjad, hadd bírjad. Na meg tudod, mit utáltam? A csöves kukoricát. Na mert ugye nem volt kombájn, akkor úgy szedték a kukoricát, hogy csövesen zsákba. Na, az aztán tudta törni ám a hátadat? Az megint egy élmény volt. Na itt van még egy tuskó. És ezt el sem bírjuk. Emlékszem, volt egy olyan srác. Hát még mindig van, mert itt lakik, faluban. Most szoktam neki régebben, vagy újabban számítógépet. Múltkor vettem neki egy számítógépet. Idősebb már, de szeret számítógépezni. Ő mindig azt csinálta, hogy sorbaálláskor mindig előre tolakodott. Olyan jó, ügyes, dolgos srác volt, hogy azért kapunk ám gyerekek, hallod? De ezen van, figyeld, hogy ezért fordkocsit hogyan mozog. De! Aha, és ez az a kérés, az energy time idő. 82-es. Baza, ez nehéz. Ez nehezebb, mint a idő. Nehezebb, mint a fegyver. Jóval. Lehet, hogy nem is kéne annyira döngölni. Lehet, hogy megyek a idén a... Megyek a vetéseken, mert... Ahogy ki menjen. Figyelj, 13-ma húzza. Nem, Kéri! Ajaj, az nem esik le? Van ott egy tuskó, az elég szarul áll. Ugye az úton lehet, hogy jobban húzná, de nem akarom. Nem akarom. Aha, itt már jól húzza. Csak nem akarom, hogy izé lepotyogjak, meg széthújjak. Ja, és igen. És ő mindig az volt, hogy amíg előre tolakodott, és ő kétszer annyit vitt. Utána meg mindig az volt, ugye, hogy tiszta kosz voltál, nyár volt, a végén ugye leülni, és akkor fröccsöt iszó-e, sört iszó-e, jó van, fasza, és akkor elbeszélgetni este 10-11-ig, lépcsőn ülve, tipikusan, mindenki itt fót koszos, azt utána hazaballagni, kicsit mámorosan, már ilyen 17-8 éves koromban, nem úgy inni, hogy most így be rotára, hanem csak tudod, az a jó, jó, elfáradtam, megfürödni, aludni. Ez egy ilyen nagyon feelingje volt a régi időknek. És most az erdészekről, vagy a faszerésről jut eszembe, az is úgy volt, hogy csomóan kimenni, az mindig az is egy ilyen, hú, mi volt, egy ilyen, szinte mint egy ilyen ünnep volt, hogy csomó ember kiment, és akkor volt olyan ember, aki rakott tüzet, és akkor, mit tudom én, kajálni úgy volt, hogy leülni körbe, szalonna, tessék, sütögessék, egyére csöpögtessél, tudod. És akkor az is ilyen feelinges volt. Tök elfáradtál, akkor mindig így egy ilyen kis enyhe versengés, hogy ki tudja feladni a nagyobb fát. Nem kell, várja, nem erre azt a nagyot, ketten majd. Nem kell, azt alig bírtad felemelni már a végén, mert olyan magasan volt, mint az állat, ketten rakták el, többiek adogatták. Érted? Nagy feeling volt. Aki benne volt, azt tudja szerintem. 3600, ezzel nem mentünk el búcsúba, meg kell néznem bazzel, hogy mennyibe kerül a
A homlok rakodó, és a kanál, az a baj is, az is ugye. Na mindegy, figyelj. Muszáj. Hada megyünk. Közben beszélgetünk akkor erről még. A, igen, feelinges volt. És ott is ugye utána meg, ha mazlid volt, akkor tudott billenteni a pótkocsi, ha nincs mazlid, akkor nem tudott. Ha mazlid volt, akkor be tudott járni az udvarba, és nem kint a utca rá a hídra öntötte a fát, és akkor onnan kellett bazd fel publikumonod a udvarba még, úgyhogy lehetett szokni. Utána meg fűrészelni. Emlékszem, hogy a fűrészes bácsi, az már nagyon öreg volt már akkor is, amikor nekünk fűrészelt, és egy ilyen traktor után felszerelt fűrészgépje volt, tudjátok, ilyen, nem is tudom, hogy nem hiszem, hogy nem TLT, nem teljesítmény erő tengelyel hajtott, hanem valamilyen égszíjas megoldással hajtott. Képzeljétek, az olyan traktor volt, biztos lehet, hogy valaki tudja, hogy mi volt a neve. Én tudom, hogy zöld volt, és nem volt burkolat rajta. És olyan volt, hogy a traktor két oldalán ilyen baró nagy lentkerék volt. És úgy kellett bekurblizni. És bekurbliztad, és szó szerint, még ha ment valamerre, akkor is meg tudtad hallgatni, meg tudtad számolni a fordulatszámot. Egy hengeres volt egyébként. Mert ilyen volt, hogy pak, 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 pak. Ez volt a fordulatszám, érted? Pak, 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 pak. És amikor nyomta neki, érted, a nagy, mit tudom én, fél méter átmérői, vagy még nagyobb rönköket a fűrésznek, a pak, pak, akkor kicsit erősebb, teljesebben szólt, de köpte a füstöt, mint az Isten nyila, ugye a Rizel volt, kormod, de akkor is pak, 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 nagyon komoly volt, nagyon durva volt. Várjátok, a pótkocsit itt hagyom. És meg kéne néznünk. Ugye van nekünk egy műhelykocsink, szervizkocsink, ami a frontloader, az nem fog kijönni itt minden gyerek szerintem. Várjatok, álljunk meg egy pillanatra, át kell nézni, ne kapkodjunk állandóan, mert így nem lesz belőlünk lószar se. Figyelj! Nézzük meg, hogy mi a szituáció. Ugye kis traktorok. Van a frontloader, ja, hát igen, ezt azért nem vettem meg, mert nagyon olcsó, szándékosan, mert nem ízélünk itt. Frontloaderre, az MTZ Belarus 82-esre milyen frontloader kerül? Hood, cabin, goose, mirror. Még a mirrort is lehet itt nézem. Ez mi az a goose? A súly, lehet rá súlyt. 500 ér, jó, nem. Extra line, decals, frontloader. 1500 a frontloader. Ezt mindenképp meg kellene venni, figyeljé, nem tudom. Jó, ezt megvesszük, jó? Akármennyi pénzünk is van, ez mindenképp kell, jó. Akkor, és akkor hol vannak a izék? Hogy működik ez? Nagyon vágom ezt, hogy működik. Homlokra korok. És van külön az MTZ-nek? Barnaul, hát bazza. És ez ennyibe kerül? Az a baj, azon már meg fogalmat sincs, hogy melyiket tudod rárakni, érted. Nem tudod, bazen, nem tudom, melyiket kell lehet rárakni, nem mintha lenne rá pénzünk, gyerekek. Ez valami PS 08-osra csatlakozik, ez. Szerintem ez egyébként ez az, amelyik jó nekünk. De még például mi a különbség? Még biztos, hogy nem. MTZ, ez az izére, 10-25-ösre. És itt van az izé, itt a kanala. 500 literes. Van 700 literesünk, 1200. Szerintem ez a barnaul, ez lesz a jó nekünk. 850 literes, 1400 ér.
Jó, hát igazából kicsi is nekünk jó lenne. Van ilyen is, az a 700 literes, te édes Istenem. 6000-be kerül, baze. Te most... Nem vettem meg a idejét? Nem vettem meg. 6000-be kerül, morján! Hát figyelj, kivágom azt a fát, meg azt a fát, akkor körülbelül meg tudom venni azt. Úristen! Úristen! A ganyit nem tudom eladni, hallod? Hallod? Nagyon le vagyunk amortizálva, nagyon nem veszi meg senki se a ganyit. Nem. Szomorú. Azon agyalok, hogy a krumplit, hát a krumplit én nem akartam vödörbe feszedni, de most állj neki feszedni vödörbe a krumplit. Hallod, tudod mi lesz ott? Gyerekek, öngyilkosok leszünk, ezt elmondom nektek. Ti hallod, ti nem tudjátok elképzelni, hogy ez meddig fog tartani. Sőt, ráadásul. Gyerekek, ne akarjuk. Ne akarjuk krumplit feszedni vödörbe. Már kiviszem a másik vödröt is. Passz, de nagyon kellene egy frontloader. Hoppá, hoppá. Hoppá, hoppá. Hallod, 6000-be kerül el a szarra. Hát a világ pénzét rákötjük el a traktorra, már komolyan mondom. Meg 1500 A. Meg kell venni a pótkocsit egyébként, mindenképpen. Ki kéne tolni azt a kotlát. Ja, jó lenne, fordulnál, hogy valami. Ő, te fiú, hát elakadunk a betonba. Ugye fölveszem, már ezt ugye elvileg föl is lehet, jó? Jó. Ja. Igen, ez érdekes dolgokat tud ezt csinálni. Na! Vödörrel a krumplit meg fogunk bolondulni, gyerekek! Komolyan, mennyi, hány liter? Jó, hogy nem vödörre kell elhordanom, mert az még akkor adná, nem? Ugye, elvileg ez úgy működik, hogy ezt idehozod, és akkor hát kell nyomni. Igen. Ha, jó. Oké, konfigurálás, vegyük le róla, ugye? Jó, és akkor megnézem, hogy ez mennyi fél ebbe te. Ez meddig tart ez a vödörre fölcsövölni ezt a... Na figyelj, pillanat alatt meg lesz. Pillanat alatt meg lesz fölvödrözni te. Na hát az autentikus gameplayt akarunk. Ugye? Olyan élni. Akkor ez most tele van? Te hallod, kéne egy csomó vödör, nem? Meglát mennyi? Most ez hány litert raktunk föl rá? Te figyelj, rá fogok az MTZ-be, megnézem. Hát de szerintem mindjárt magamhoz nyúlok. Azért ez a nem gyenge. Ez egy millió évig tart. Mennyi van a póton? Hagyjál, 5%-on van. Hallod? Ez nem is olyan rossz. 5%-on van kettő vödörrel, akkor ez nem olyan rossz. Gyerekek, ha mindjárt megdobom ezt pillanat alatt. Hát figyelj, muszáj valamit csinálnom. Jaj, kiöntöttem. Jaj. Ezt egy okosba kell, hogy kell megrakni. Oké. Okay. Nem tudom, hogy hány százalékon van. Ez úgy lenne jó. Csak az a baj, forgatnom kell mindig. Most belement? Biztos, ugye? Na jó van, gyerekek, ez van. Muszáj valamit dolgozni. Most nem tudom, hogy ezt... Aha. Nem kell megdönteni annyira. Úgy kellene, hogy... Ilyenkor... Figyelj már, hallod, ez tök jó. Előbb a vödröt, mint a gránátot. Yeah. Ide jössz. Nem olyan rossz szám ez.
Lehetne rosszabb is. Rörezhetjük a krumplit. Mert a krumplit. Krumpli, krumplit. Ah, jó, csurig lehet szedni. Ne felejtsük egy elegek már. Kipör ilyen hanyagú, csak fél előre kerentőzget fel. Hát jó van, hát csak a körülött nekem itt a krumpli szedőnek lenni. Te édes Isten! Komolyan mondom, ez egy röhely. Ez a baj a magas platóval ma. Nem valószínű, hogy fel tudnánk emelni addig. Hát ez jó, vagy így. Ó, tele, bazza, tele. Visszük a Mekibe. Hol van az a plató? Neki mentem, megfejeltem a platót. Ó, te fiú! Na. Kettő ember kell, hogy ledobná, meg fedobná a vödröt, érted? Megnézem, mennyi százalékom van. Figyelj, 20%-om, mit akarsz? Hallod? Mindjárt meg vagyunk. Nem olyan rossz. Amúgy annyira nem rossz. Ez a vödrözés, nem? Csak rá kellene érezni. Úgy, eldönteni. Okay. Így kéne eldönteni arra. Így. Eldönteni. Bejönni. Eldönteni. Oké. Okay. Megint. Rá kell érezni erre, adj az egész. Sicsúgy. Történnek a dolgok. Azt nem értem, hogy néha miért nem rakja meg. Jó. Akkor most lehet, hogy 25%-kal, ugye? 30-on mondjuk. Bazd, vödörrel megrakni egy platót? Azt még úgy... Úgy van talicska is. Csak hát az nem tudom, az lehet, hogy egy kicsit nyűgösebben, nem tudom, hogy talicska adom fel a platóra. Az a baj, ahhoz, hogy megtörsd a vödröt, az meg kell döntened. Hú, bazdmeg, ennyire nem. Nem kell megdönteni? Lehet, hogy én csinálom hülyén, nem is kell megdönteni, mi? Tök jó. Jó, hát autentikusak vagyunk, egy kicsit gondolkodni nagyon nem tudok. Ne, látod, hogyha nem döntöd meg, akkor nem szeri föl. Meg kell valamelyes döntened. Nem mindegy, hogy mennyire, mert kifele is folyik. Aztán lehet szívni vele. Na de legalább ki tudjuk számolni kb. Mennyit szerünk fel. Hát erre nem számítottatok szerintem. Hogy ezt tényleg megcsinálja a keeper, hogy vödörbe szedi a krumplit. A farming szimulátor ekkor... Hallod, úgy kapáltam meg ezt a földet. És komolyan. És akkor meg még itt vödrözünk. Nem tudom, hogy hány százalékon lehet, de szerintem már minimum az 50. Amúgy annyira nem rosszul haladunk, szerintem. Ne, burulj ki, ne burulj ki. Fel akarom szedni. Nincs. Ja, úgy. Jó, elég jól látni a földön a krumplit, szóval így nincs az, hogy elgurul. Jó, hogy nem egy darabonként kell összeszedni, mert akkor aztán borulánk. Nincs. Amúgy ez tényleg két emberes munka legalább lenne. Úgy pár ember ezt simán felszórná, nem? Egyedül valóságban is eléggé nyugos lenne. Rárohad itt a krumpli. Idejében volt itt a Nemes Rádai önkormányzatnál volt, képzeljétek, szakmunkás brigád csodálatos munkája. Szakmunkás, közmunkás brigád. Csinálták, hogy ideje, hogy behagyták térre a krumplit, ezt a tavaszra szedték ki.
Vannak ám mezőgazdasági ismeretek. Nem tudom, hogy létezik-e ilyen, biztos létezik, lehet, hogy nem a mi jégünkön. Azon rögtem, hogy mindenki azon rögt, hogy tudjátok, van az a jégszőlő, amikor olyan, vagy jégbor, amikor olyan úgy szörjetődik a szőlőt, hogy hogy nevezik, amikor már megfagy, megcsipi a dér, és akkor az, már ilyen nagyon édes, az a lényeg, hogy akkor már olyan cukorfoka van, és ezt nevezik jégbornak, amikor olyan úgy születedik már. Hát mi azon rögtünk, hogy itt kitalálták a közmunkások a jégkrumplit, bazze. Tasszadik. Azt szedték ki. Értitek. Eljön 5%? Nem igen telik. Az előbb itt, hogy jobb volt teled volna. És túl sokat dumálok, hogy kifolyik az aljám, hogy nem tudom. Jaj. Azon filózok, el kérem írni egy fordulót, már csak azért is, mert lassan lejár a műsoridőnk, és kíváncsi várom, hogy mennyire gazdagszunk meg ebből a gyerekek. De úgy érzem, hogy lehet, hogy nem ez fog a... Nem ezzel fogunk elérni az 1 milliárd eurót. Egyébként írta valaki, hogy figyelj, Kipper, nem fogod elérni az 1 milliárd eurót, lefogadjuk, mert csak 999.999.999-ig tud számolni a farming szimulátor. Úgyhogy akkor ez nem 1 milliárd eurós hívás lesz, hanem 999.999.999. Oké? Okay? Úgyhogy ennyi módosítás van, mert nem tud többet kiírni. Úgyhogy az 1 eurót azt vegyétek úgy, hogy azt így beledobom én virtuálisan. Nem tudom, mennyi lesz az euró, lehet akkor már ilyen 800 lesz az euró, értitek? Most ilyen 400 körül mondom. Amire végzek ezzel a kihívással, az euró az 1000 forint lesz ma. Egy kicsit lesz csak olcsóbb, mint a kenyér. Jó ez a viccelni. Egyébként ismerősem szokta mondani, hogyha nem rögsz a saját nyomorodon, mármint így most a kenyér, hogy milyen drága, arra gondolok meg az euró, akkor megőrülsz. Úgyhogy nem szabad nagyon komolyan venni minden, mert lehet, hogy inkább rosszabbat teszel magadnak, mint jót. Jó. Főleg az olyan dolgok, amit nem tudsz változtatni, az nem nagyon érdemes szenvedni. Na, 56% gyerekek. Annyira nem rossz. Én úgy gondolom, hogy el kéne vinni. Nézzük, hol veszik jól a krumplit. Meg sem merem nézni, mennyit kapunk érte. Direkt nem nézem meg előre. Ugye meg lehetne, de ne. Nem. Amúgy kaszálni is tudnék, nem azt tudom megint vödörre feszedni. Ah, jó van, már fejezzed be, Keeper. Kumpi, jó, pont nem jó van, 317-ben egy. Jó, csak nem, most ilyen pörgetést én nem akarok itt bevállalni, meg a krum. 317, ó, jaj, Istenem, nem tudom mennyi látlak. Nem baj, gyerekek, elviszem. Hova viszem egyáltalán? Elviszem. 317, pályaudvari malom. A pályaudvari malom. Az hol van? Az pont a izében van, a pályaudvarnál, nem? Milyen meglepő. Gyerekek, oda nézők, hogy a krumplit felszedett kéz a Keeper. Hát megőrülsz. Jó, mert ez legalább nem tud kiburulni, úgyhogy lehet vele gangolni ezerre. Figyelj! Több mint fél pótka csillét. Krumplit felkapott. Kézzel! Hát ahogy nézem, ezen a területen, ugye ezen van 2800 liter, hát tízszer ennyi biztos, hogy van. Úgyhogy ilyen 28000 liternyi biztos, hogy van krumpli. Jobban tennénk, hogyha homlokrakodóval raknánk, az mindenképp... Remélem, itt van a pályaudvari malom, hát valószínűleg egyszer itt a pályaudvar. Úgyhogy srácok, ez egy jó megoldás lesz, ez a krumplizás nem olyan rossz, mint ahogy hittük. Bár aztán 3000, hát körülbelül 1000-et fogok kapni ezért a 1000 eurót ezért a cuccért, de hát figyelj, egy idő után, ha a fa elfogy, akkor nem tudok más csinálni, mint termelnem kell valamit, hogy a pénzt akarok csinálni. Fú, gyerekek, egyre izgalmasabb ez az egész. Azért mondom, hogy egyre izgalmasabb, mert el fog fogyni a fa. És akkor honnan fel lesz pénzben, érted? Főleg, hogyha nem jó sorskártyákat húzingálod. Fú, te nagyon be vagyok szarva most. Fú, te olyan sorskártyák vannak ám, van egy csomó olyan, amelyik pénzbukok.
És az a baj, hogy a minuszba mehet, és akkor már nem tudok semmit venni. Na, hol van itt a malom? Hol a malom, gyerekek? Itt van malom, ugye? Humbeszik a krumpit, gyerekek, humbeszik. Ott te. Ott, ahol a... Ide van a... Fú, Weimar. Ez tarrépa? Nem, ez a krumpli. Ez a krumpli, nem? Jó, nem. Jó kis mávos vagonok. Na gyerekek, oda nézzék. ...4700, mondtam, egy ezrest kaptunk érte. Hát ezzel nem megyünk a bucsúba, de szerintem, hogyha a fát kitermelném... ...ha a fát kitermelem, még ugye van kettő fa, akkor azzal meg lesz a homlokrakodóra bőven a pénz, azzal föl tudom szedni a krumplit, és tudunk megint ültetni a krumplit. A más nagyon nem. De ugye, hát igen, holnap sorskártya húzás. Szóval az is közre fog játszani, hogy milyen kártyát húzunk. Ha szerencsénk van, akkor lehet, hogy megfogjuk Isten lábát. Egyébként nagyon érdekes sorskártyák is vannak benne, például olyan, hogy bérelhetek gépet egy napra. Arra a részre, hogyha olyat például nyernék, akkor például lehetne egy olyan gépet bérelni, ami nagyon hasznos. Például homlokrakodót. Vagy akármilyen eszközt, vagy gépet bérelhetek, az a lényeg. És akkor egy napra lenne homlokrakodóm, az is hasznos dolog ám, meg ilyenek. Meg hát lehet nyerni kaporósan 20 000-et, szóval csomó dolog, ami pozitív. És annyit lehet, hogy megfogadom most ki csodácsitokat, hogy nem olyan túl nagy dolgokat, de pozitív dolgokat fogok még berakni. Ha ötletetek van, nyugodtan szóljatok, kaparós már van, és ilyen nyerés van. Ne csak negatív legyen, mert nagyon sok a negatívben. És igazából jó lenne egy kis segítség, egy kis hátszél. Ne legyünk mindig full szerencsétlenek. Jó, viszont lassan lejár ugye, vagy le is járt már a műsoridőnk. Van MTZ-ünk, örülünk. 82-es, nem örülünk, hogy nem piros. Nem örülünk, hogy nincs meg a homlokrakodónk még. Szóval vannak problémák, de viszont legalább bármennyire is nem látszik, gyerekek, te higgyétek el, hogy haladunk, mert különben nem lenne itt, nem parkolna itt ez az MTZ, ami azért nem kevés pénzünkbe került, 16 000-be, ugye buktunk is egy járművet egy sorskártya miatt, és igazából mondhatni, hogy haladunk, bár az igazából kivágtuk majdnem az összeset. Három fánk van, srácok, három. Annyit még engedjetek meg, tudom, hogy már nagyon idő van, de kaszálógépek közül oda nézzé. És ez mire jó? Melyikre jó? Ja, ez nem tudom, melyikre jó. Kaszálógépek. Gyorsan megnézek még egy kérdést, hogy mi van még. Hú, várjál itt ide, vannak itt érdekes erdészeti felszerelések. Itt is vannak csuda dolgok. Teleszkópos targoncák, nincs semmi. Jószág, homlokrakodók, kompakt rakodók, láncos gyomlók, műtrágya technológia, súlyok. Súlyok közé raktam be valami baromságot? Hogy ne raktam volna, mi? MTZ-re még egy poroltó is van rajt. Beton, meg minden szar. Egyéb. Gyors átnézem, hogy mi van itt még, mert azért hát, hogyha valamunk valami érdemes dolgot, eszünkbe jut. Simpson az nagyon kell, gondolom, azt írjátok, hogy Simpson legyen. Na, helikopter. Igen, az aró az csak 1000. Csak írta is valaki múltkor, csak azért nem veszem meg az arót. Szerintem az egy kicsit olyan nagyon el van túl. Ó, itt van a izeje. Itt van a csettegő. Ó, a Renault, gyerekek. Vannak itt, van Skoda. Skoda, figyeld el. Szerintem jó, nagyon szép. Van izénk. Azunk. Van ladánk is. Vannak járművek egyébként. Főleg olyan, ami használhatóbbak is. Egyébben mi van? Talicska itt is van.
Targonca. Ez is jó dolog, csak nem, még nem. LKT Turbo, írtátok, hogy legyen, lett is. Teherautókat még gyorsan megnézi a képről. IFA hegyek vannak, külön IFA pakk is van, nem csak ezek. Úgy is mondtátok, hogy nézzük már meg. Icarus nagyon-nagyon-nagyon kamaz. Vannak nagyon komoly izék, vadállatok. Ráva 833-as. Egy a bajom ezzel, gyönyörűséges, csak nem tudom, hogy egyáltalán mire lehet használni. Mert egy ilyen ponyvás dög, meg még ráadásul eléggé kevés poligon száma van, úgy elég kockás egyébként a kerekek, meg ilyesmi. De lekalapva, hogy a készített, csinált egy ilyet. Jó, gyerekek, szerintem el is búcsúzom, nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Hát, haladunk, de lassan. A homlokrakodó lenne a cél szerintem. Bár, hogy a krumplit össze tudjuk kapni, úgyhogy ezt a kettő fát, azt még gyorsan kidurrantjuk. És más, igazából nagyon nem is tudunk csinálni. Szóval ezek lennének. Hogy a homlokrakodót azt ki kell valahogy váltanunk, meg kell szereznünk. Nem tudok semmit egyébként eladni, nem tudok pénzét tenni, ez egy kicsit probléma. Viszont magunkhoz van, izénkhoz van, minden, úgyhogy még egy vetésforgót azt meg tudunk csinálni, sajnos csak krumplival. Fú, nem lesz egyszerű, remélem, hogy valami jót fogunk húzni kártyába. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, csácsumi csőtésztát!